Üdvözlöm a nézőket innen a Sepsibükszádi horgásztó portjáról. A második részben rakósbottal fogunk horgászni. Ismét etetanya keveréssel fogunk kezdeni. A mai nap csupán 2 kg Alfmix Kárt nevű etetanyagot fogok keverni, mivel nem titkolt célom, hogy pontyra fogok horgászni. Kézzel fogom bekavarni az etetőanyagot, mivel a pontnak nem jelentenek problémát a rögösebb, darabosabb szemet. Sőt, előfordul, amikor előnyben részesíti ezeket. Első körben fél liter vizet fogok hozzáadni, majd pihentetés után újra rá fogok vizezni. Jól mozgatjuk át az etetőanyagot, vegyük fel az alját is, egyenletesen kavarodjon el. Így néz ki. Reméljük, tetszeni fog a pontyoknak is. Kukoricával és pasztával fogok csalizni a mai nap. Az utóbbit kettőféleképpen fogom bekavarni. Egy doboz pasztát fogok kettőfele elosztani, mivel az egyikből szeretnék egy keményebb, horogáló pasztát gyúrni, míg a másikból egy toszpotra való pasztát készíteni. A lényege, hogy ismét apránként fogom hozzáadni a vizet, majd jól átforgatom és összegyúrom. Most a keményebb pasztát fogom készíteni a pillanatban. Egy nagyon kevés vizet még rá nyomok. Fontos arra odafigyelni ennél a keményebb pasztánál egyébként, hogy annyira legyen kemény, hogy a horog azért még tudjon kiszabadulni belőle. Mert ha nem elég kemény, akkor természetesen nem tud megakadni a hal szájába. Ezzel megvagyunk. Majd jön a lágypaszta, és mindjárt megmutatom, hogy mi a különbség a kettő között. Fontos kihangsúlyoznom, hogy a lágypasztát kizárólag rakósbottal lehet bejuttatni. Egy úgynevezett toszpot segítségével, ezt be fogom mutatni, hogy mi is az. Jó, ezzel meg vagyunk, majd megmutatom, hogy mi is a különbség a két paszta között. Szemmel láthatóan ez kétszer olyan kemény, mint a puha társa. Ezt be lehet juttatni toszpot nélkül, míg ezt csak kizárólag toszpottal tudjuk bejuttatni. Ránéztem az etetőanyagra, egy kevés vizet fogok még hozzáadni, majd elkavarom. Így ez kész is van, ezekből gombócot fogunk formálni, és etető csészével fogjuk beezni az etetésre. Az etetést különböző pelletekkel, illetve magokkal fogunk pótolni, ezt annak függvényében, hogy milyen és mennyi halakkal jön az etetésre. Háromféle szerelékkel készültem a mai napon, amin azonos damil vastagságok vannak, 16-os, ami különbség az egyedül az úszó méret, illetve a horog méretek. Ennél a módszernél is a mélységmérés a legfontosabb, így ezzel fogjuk kezdeni. Behelyezzük a meghorgászandó távolságra. Jelen pillanatban ez a szerelék érintőre van állítva. Ez így is fog maradni, mivel ezzel a topsettel, pasztával, puha pasztával szeretnék horgászni, aminek az a lényege, hogy maga a paszta fogja beállítani az úszónak az antennáját.
A mélységeim a következőképpen vannak behúzva az érintőhöz képest. Ezt lefektettem a fenékre egy körülbelül 10 centit. Itt az ólom még nem éri az aljzatot. Majd a következő szerelék egy 0,3-as úszó. Ezt teljesen lefektettem, így az ólom is éri az alját. Ezzel policával próbálok meg pontyot fogni. Kupázóval fogok etetni, mivel ezzel tudom a legprecízebben és leghalkabban beütetni az etetésre a kívánt etetőanyagot, illetve feletet és kukoricát. Bemutatnám, hogy mi is ez a toszpot, amiről az előbb beszéltem. Erre azért van szükség, mert a lágy paszta önmagában olyan lágy, hogy a benti rázkódástól leesne. Így erre a toszpotra azért van szükség, hogy amikor a paszta gombócot meggyúrtam, belerakom ebbe a kis segédeszközbe, majd óvatos letaszítással az etetésre fogom vinni, majd ott fogom kiborítani. Betaszítom az etetés helyére, majd itt kiborítom. Itt biztos lehetek abban, hogy a paszta a hórban maradt. Thank you.
őszintén be kell valljak, hogy ennyi amúr pasztával még sose fogtam. 4 vagy 5 amúr is megtisztelt a mai nap. Ezek érdekes kapásra jelentkeztek. Ahogy óvatosan engedtem be a pasztát, úgy víz közt szó szerint lerabolták, így sikerült megfognom őket. A mai napon egyértelműen a kemény paszta vált be, amit a következőképpen rakok fel. Ugyanúgy csinálok egy kis lapkát, majd a horgot belerakom, és összenyomom. Ami fontos volt a mai nap, hogy a paszta formája nem kerek, hanem minél szögletesebb volt, annál hamarabb húzta el a ponty, illetve kárász. Ezeket lehetett variálni kisebb vagy nagyobb darabokat. Ezzel a hallal fogok búcsúzni a mai naptól. Egy eléggé mozgalmas, aktív horgászatban vehettem ma részt. Amit megmondok őszintén, élveztem nagyon. Jó erőben vannak itt a halak. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk a következő részben. A következő részben nem egyedül fogok horgászni, annyit elárulok. Majd meglátjátok.